A hétfő reggel is tartóta a Polaris Dawn küldetés Resilience űrhajója és 4 fő személyzete nem csak a 700 kilométeres, de a történelmi jelentőségű 1400 kilométeres földfelszínhez számított keringési magasságot is elérte. Az utóbbiról egy éjszakai felvételt is posztolt a SpaceX, különlegessége az éppen aktív, működés közben látható Draco hajtóművek. De az igazi sóra magyar idő szerint csütörtök reggel 8 óra 23-kor kerül sor, amit 7:50-től mi is élőben közvetítünk. Láthatjuk majd az első civilekből álló űrsétát, mely során Jared Isaacman parancsnok és Sarah Gillis küldetés specialista a zsíri pajton keresztül az orkukon elhelyezett korlátok segítségével az űrbe jutnak majd. Hogy pontosan mi történik a körülbelül 15-20 perc időt tartamú űrséta alatt, nem tudjuk, de már őrült módon várjuk. Nézd velünk te is 7 óra 50-től itt a Space Junkie űrutazás csatornán. Hajrá Team Space, hajrá Space Junkie!